2010-ben új korszak kezdődött hazánk történetében. Egy csőd szélén álló országnak kellett újra jövőképet nyújtani, az önmagába vetett hitét visszaadni. Ma egy olyan országban élünk, amely biztonságos és gazdasági sikereket tud felmutatni. Ezt azok a politikai ellenfeleink sem tagadhatják, akik nem képesek örülni közös sikereinknek, az új korszak sikereinek. A Fidelitas büszke arra, hogy részt vállalhatott az új korszak alakításában. Korábbi és jelenlegi tagjaink a kormányban, az országgyűlésben, az önkormányzatokban keményen dolgoztak és dolgoznak azon, hogy 2010 után Magyarország új és sikeresebb korszakot mondhasson magáénak. A sikerek azonban minket sem tehetnek elbizakodottá. Ne legyen kétségünk, az útnak és a munkának még csak az elején járunk. Az eddigieknél is keményebben kell küzdenünk a jövőben annak érdekében, hogy megőrizzük és továbbfejlesszük mindazt, amiért az elmúlt 7 évben keményen megdolgoztunk. A rendszerváltó nemzeték örököseiként a mi célunk nem lehet csupán Európa utolérése, nekünk közös erővel Európa legsikeresebb országává kell tennünk hazánkat, Magyarországot. Ez merész, ambíciózus, elsőre talán meghökkentő célkitűzés és államnak is tűnhet egyben, amelyet elérni szerintünk mégsem lehetetlen. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy beszéljünk és gondolkodjunk arról, melyek lesznek azok a fejlesztési irányok, melyek lesznek a gazdaság azon területei, amelyek az előttünk álló századot meghatározzák, és amiben mi magyarok kiemelkedőt tudunk nyújtani. A 21. század technológiai fejlődése mindent át fog alakítani körülöttünk, és ezt a tényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor nemzedékünk lehetőségeiről, céljairól beszélünk. A Fidelitas nagy közösségében az elmúlt 2 év az építkezésről szólt. Ezen a téren nagyszerű eredményeket értünk el. 2 év alatt majdnem 1000 új tag lépett be hozzánk, több mint 40 új csoportot alakítottunk országszerte. Olyan országos és helyi programokat szerveztünk, amelyek valamennyi többletet, értéket tudtak és tudnak adni a fiataloknak. Ez azonban esetünkben is csupán az út elejének, a kiinduló pontjának tekinthető. Ha azt szeretnénk, hogy sikeresen birkózzunk meg mindazzal a kihívással, ami ránk vár, akkor azt is meg kell tudnunk fogalmazni, mit gondolunk az átalakuló világról, amely körbevesz minket. A gondolkodás legősibb európai formája a dialógus, vagyis a párbeszéd. A párbeszéd arról, hogy mit látunk magunk előtt kihívásként, lehetőségként és célként. Ezt a szerepet tölti be az előkészítés alatt álló vitairat, melynek feladata, hogy feltérképezze a magyar fiatalokban megfogalmazódó kérdéseket, elvárásokat és célokat. Mindazokat az ügyeket, amelyekre a politikának választ kell adnia annak érdekében, hogy Magyarország a 21. század nyertese lehessen. Ennek szellemébe indítjuk újra útjára a vitairatot, melynek célja, hogy a Fidelitas hozzájárulhasson nemzedékünk kérdéseinek megfogalmazásához és a megfelelő megoldási javaslatok kialakításához. Ezen kívül pedig szeretnék bejelenteni még egy fontos dolgot, amelyről úgy gondolom, hogy nekünk fiatalok számára ez egy kiemelkedően fontos szempont. Méghozzá a kongresszus zárt ülésén a kongresszus elé fogunk terjeszteni egy nyilatkozatot, amelyben arra fogjuk kérni a magyar kormányt, bár tudva azt, hogy az Európai Unió és a bizottság nem támogatja az ezirányú kérését, vagy az ezirányú előterjesztését a magyar kormánynak, mégis azt kérjük a magyar kormánytól, hogy mindent tegyen meg azért, hogy január 1-től az internet áfáját 5%-ra lehessen csökkenteni, ugyanúgy egyébként, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját a legalacsonyabb kulcsra, erre az 5%-ra tudtuk lecsökkenteni. Úgyhogy én majd ehhez kérném a kongresszus támogatását az ártörésen, persze amellett, hogy remélhetőleg megszavaztok újra elnöknek. Ehhez kérném a támogatásotokat, illetve a kormány jelenlévő tagjainak pedig a hathatós közbenjárását.